Itt vagyok, és március 26-a. A mai esti Skyway konferencia is egy rövidebb technikai konferencia, néhány hírek, bár azok, akik folyamatosan követik az információkat a Facebook csoportba, meg a mi webirodánkba, akkor lehet, hogy már nem is mondok minden héten valami újdonságot. Megnézzük, hogy működik-e a... Oké, szuper. Jó. Az alapító Anatoly Eduardovics Junicki egy nagyon tapasztalt ember, aki vezeti ezt a céget. Igaz, hogy most már körülötte van több olyan személy, akinek átadta, mert ő is már 72. évben van, bár nagyon jó egészségügyi állapotban van, mindig, mikor találkozunk vele, látszik rajta, hogy olyan ragyog és tele van motivációval, energiával, úgyhogy azt mindenki megérezte, mikor a közelibe volt. Én személyesen többször találkoztam vele, Berlinbe is, meg Minskbe, Marina Gorkába, ugye Belorussziába, és nagyon örülünk. Sajnáljuk, hogy nem fiatalabb, hogy többet tudjon még dolgozni. De ő azt mondta, hogy legalább 80 évesig még fogja aktívan csinálni, nem számít elmenni nyugdíjba. Ez a technológia, amit ő kifejlesztett, és már több mint 40 éve készíti, egy bizonyos összeg, több száz millió dolláros összegre volt szükség, és 2014-ben ők elindították a finanszírozást erre a HUR technológiára. Egy jövőszállítási rendszer, ami én már úgy mondom, már egy-két éve, hogy ez a jeleni, azért, mert már két éve is mentünk ezekkel a járművekkel, akik voltak velünk Marina Gorkába, azok tudják, mert két év, tavaly nem voltunk, de tavaly előtt, 2019-ben, 2018-ban már több mint 7-8 ezer ember tudott utazni és kipróbálni ezt a technológiát. Természetesen most már 6-700 ember dolgozik ebbe a cégbe, és nagyon sokat minden nap fejlesztik. Egy projekton legalább 400 mérnök és tudós dolgozik ezeken a célprojekteken. A cél az, hogy kifejlesszék a technológiát, és engedélyezzék mind járműveket, mind ezeket a sineket is, meg zsinórokat, amelyiken mennek ezek a járművek, és úgy készítsék el, hogy bárhol a világon lehessen építeni. Na most már kipróbálták ilyen hidegebb helyen, mint Belorusszia, és Dubájba, ahol meleg sivatag, nyáron 50-60 fok is van, és úgy látszik, hogy ott is működik. Készítettek ilyen tesztpályát, ahol ezt ki lehet próbálni. Mi már voltunk, és tudjuk, hogy nagyon kényelmes utazni ilyen unikárba, vagy unibike, unibusz, úgyhogy épp észre lehet venni, hogy egy külön technológia, mert nem is repülő, nem is vonat, nem is autó, és úgy érezzük magunkat, mintha repülnénk, de kényelmesen, és nincsenek azok a kanyarok, mint a villamosban, meg a buszban, meg fékezések, hanem egy nagyon kényelmes utazás. Ahogy említettem az előbb, most már világszerte több mint 200 országba és régióba
körülbelül 400 ezer befektető. Itten van olyan befektető, aki 15 dollárt fektetett be, mint egyik barátom, meg 3-4 millió, még van egy olyan, aki megvette egy egész fázist, ami igazából 35 millió dollárba kerül. Úgyhogy ez a crowd investing opció úgy lett kitalálva, hogy azok a babuskák Oroszországban, akik szombaton eladnak valamit a piacon, amit megtermeltek a saját kertükbe, vagy van nekik valamilyen jószág, és ebből a megkeresett pénzből fektessenek be, és egy nap, 3-4-5 év múlva ebből lesz neki egy nyugdíjbiztosítás. És ahogy látom, ez teljesülni is fog. Mi természetesen mindig türelmetlenek vagyunk, és akkor mindig várunk valami olyan információt, hogy ez meggyorsuljon. Én örülök neki, hogy akkor még 2016-ban elhittem a nagyon jó barátom és ismerősömnek, akivel együtt dolgozunk már több mint 10 éve, a Magdinak, aki nekem bemutatta ezt, és mindig hálás leszek neki, hogy megszólított. Mi sokszor azért szólítunk meg valakit, hogy kapjuk valami jutalékot, de igazából, ha valakinek megemlítsük ezt a lehetőséget, és sikerül igazából elmagyarázni, hogy mi lesz ebből, és az illető belép és vesz valamennyi részvénycsomagokat, akkor ez egy nagyon nagy ajándék neki. Tudom, hogy volt olyan helyzet, mikor nehéz volt fizetni is azt a havi részletet, mert lehet egyszerre is kifizetni, de havi részletre 5-6-10 hónapra is. De higgyétek el, hogy minden olyan csomag, amit megvettünk, és ez úgy működik, hogy a befektető Skyway Community cégen keresztül, aki gondoskodik ránk, készítettek webirodát, azt hiszem, hogy 25 nyelven el van készítve ez a webiroda, és ezen keresztül ők megszervezik, hogy mi a Euro-Asian Real Skyway System Holding, ebből van három, része legyünk ebbe a nagy projektbe. A Unitsky cégcsoport az irányítsa ezeket a cégeket, és fejleszti ki a technológiát, a GTI meg a technológia tulajdonosa, ez a központi cég, amin keresztül működik ez az egész. Mi úgy fektettünk be, nem veszünk részvényeket, mert a cég nincs kint a tőzsdén, és nagyon sok országban van olyan, hogy bejelentették, hogy a Skyway-nak nincs engedélye részvényt árulni. Hát mi soha nem is mondtuk, lehet, hogy valaki, mikor valakinek szól, akkor megmondja, figyelj, ennyi-ennyi részvényt kapsz, de igazából senki még nem vett a Skyway-nál részvényt. Van egy szerződés, igaz, hogy az angolul meg oroszul van, de ha valaki nagyon akarja, akkor le tudja Google-ban fordítani, vagy lefordítatni valakivel, és mi megkötünk egy szerződést, hogy kölcsön adunk a Skyway-nak pénzt, és három év után, ha vissza akarjuk kérni, akkor vissza tudjuk kérni 4%-ig kamatosan. Mivel senki nem így gondolkodik, hanem részvényt akar, mikor a Skyway kimegy a tőzsdére, akkor ezt tett nekünk, ezeket a hányadékokat beváltsák részvénybe. És fél év után mi is el tudjuk adni őket. Ezt mindig úgy mondom, el tudjuk, mert nem muszáj eladni, mivel a részvények után kapunk osztalékot. És az a cél, hogy ne is adjuk el mi ezt a részvényeket,
hanem megkapjuk minden évben azt az osztalékot, és legyen egy nyugdíjbiztosítás. Ez épp olyan, lottózunk, és kapunk egy bizonyos összeget, ha nem vigyázunk arra a pénzre, én már láttam olyat, hogy 3-4 hónap alatt elkötöttek egy óriási-óriási pénzt, de egy évben 90% ember elköti, és ugyanúgy él, mint egy évvel ezelőtt. Esetleg, hogy van valamilyen új, lehet, hogy egy új autó, vagy valamit a lakásba felújított, de általában így visszamennek. De ha ezt a pénzt valahova befektetné, és kapna rá valamilyen kamatot, osztalékot, valami jóváírást, akkor mindig lenne egy plusz pénze, és megmarad neki egy bizonyos összeg, hogyha valamikor el kell adni, például egy lakást veszünk, vagy részvényeket, vagy betesszük a pénzt valami biztos helyre, ahol kamatozik, ugye dolgozik a pénz, akkor mindig van egy értékünk, és mindig van egy olyan havi vagy éves jutalék, osztalék, amit kapunk. Ezért mindenki saját maga dönti el, hogy mikor és mennyi részvényt fog majd eladni, de én mindig azt javasolom, jó most, hogyha valakinek egy 10 vagy 20 ezer részvénye van, akkor abból nem is lesz valami nagy osztalék, de ha már van pár százezer vagy millió, akkor természetesen, hogy sokkal, egy sok nagy biztonságba fog majd maradni. A részvénytársaság úgy lesz elosztva, hogy 30% a Unicki Corporation 30,25% marad, és ezek a részvények soha nem mennek ki a tőzsdére. A megmaradó 67,75, ez el van osztva három holdingba, és van még egy RCG alapítvány, ahol 2% van, összesen 8 milliárd ottan, és ez a három holdingnak a fele lesz eladva, most a első kettő már el van adva teljesen, ugye 50%, és a harmadik holdingban van még, mivel a 14. fázisnál tartunk, vége fele, még mindig nem kaptunk időpontot, hogy mikor lesz a találkozó a Unicki úrral, hogy megbeszéljék a 15. fázist. Itten összesen most nincs nálam az a papír, de valamilyen 130 milliárd részvény lesz eladva a kis és nagy befektetőknek. És ezek a részvények mennek a tőzsdére. Első 6 hónapban a cég tavaly októberben elindította a procedúrát a tőzsde kimenetre, és ez általában egy olyan másfél évi folyamat, még minden el lesz készítve. Utána a cég készen lesz kimenni bármikor a tőzsdére, akkor attól függ, hogy mennyi projektet adtak el, mennyi projektet még építenek, célprojektre gondolok, és attól függ, hogy milyen lesz a helyzet, mert most pillanatnyilag abszolút senki a világon nem tudja megmondani, hogy milyen válság, milyen krízis lesz a világon és a tőzsdéken. Ha nagyon lemennek az árak, akkor természetesen érdemes kimenni, de volt már olyan is, hogy lementek az árak, ugye ezt, aki a kriptovalutát most jobban figyeli, lehet ott is látni, tőzsdénél is ugye ez szokott lenni. És utána megvették az emberek a részvényeket, vagy a kriptovalutát, és akkor még lement 50%-kal. Úgyhogy nagyon nehéz kitalálni, hogy mikor a legjobb. Ha tavaly például kiment volna a Skyway a tőzsdére, akkor nagyon rosszul jártunk volna, mert tavaly a rengeteg cégnek lement nagyon az értéke, nem is tudtak jó dolgozni, mennyi légitársaság tönkrement a világon, mennyi hotel bezárt, Dubaiba 60% építési cégek becsuktak, elmentek
Egyszerűen bezárták a cégeket, és adtak felmondást a munkásoknak. Úgyhogy három külön cég fogja majd vezetni a Unitsky String Technology-t, meg ezeket a holdingeket, hogy mikor menjenek majd ki. Az új információkról, a tokenről még nem kaptunk új információt, ezt tehát én nem is várom május-június előtt, de július 1-től várható, hogy akkor a tokennel elindulnak, és lehet majd újból vásárolni. Sokan kérdezik ezt a részvény visszavásárlást tőzsde előtt. A Skywaynak benne van a terve, hogyha nyereséges lesz, most például vannak ilyen célprojektek, amik alá vannak írva, és a cég nyereséges lesz, akkor tőzsde előtt vissza tudnak vásárolni valamennyi részét. Ezt a Skywaynak is jó lesz, de nekünk is. Ha például 1 centért megvettük 2-3 évvel ezelőtt, és most a Skywayn felkínál 5 vagy 10 centet, akkor 500 vagy 1000%-kal mi vissza tudjuk kapni a pénzünket. Természetesen, ha ezt akarjuk. Ha Skywaynek miért jó? Azért, mert a tőzsdén 1 dollár lesz az ár, és 10 centért még mindig vissza tudja szerezni a részvényeit. Úgyhogy eztet majd bemondják, az idén lehetséges, de ha lesz, ahogy a Maslow mondta, akkor a második fél évbe ez történik. Szóval július előtt biztos, hogy nem, utána meg a nyereséges lesz, akkor ezt is megoldják. Ez nincs összekötve avval, hogy 3 év után valaki visszakérheti a pénzt. Van még ez az akció, az aktív start. Most nem tettem ide a legújabb képet, de a 4. szakaszban vagyunk. Még mindig 22% a jutalék, a bónusz, hogyha valakit behozunk az üzletbe és vásárol csomagot. Akkor van ez a hologram most aktuális akció. Ez már igazából be van fejezve, de ha valaki szeretne venni, még el lehet küldeni egy kérvényt, ide rá kell kattintani, és kiválasztani, hogy havi részletre 500, vagy egyszerre 5000 dollár, és hagyok egy kérvényt, utána ők válaszolnak 2 napon belül, megmondják, hogy van-e még, vagy nincs. Igazából ez le van zárva, de nekünk sikerült még 3 ilyen csomagot megvásárolni. Még nem tudom, hogy van-e még szabad. De meg lehet próbálni. A Skyway technológia úgy épül, hogy könnyű technológia, és mindenhol lehet építkezni. Akár van egy folyó, vagy tenger mellett, még közeli szigeteket is össze lehet kötni hegyekbe. Ez a nagy 130 kilométeres célprojekt, ami most kezdik majd építeni. Ez 30-35 kilométer hegyekbe, a többi meg sivatagba. Úgyhogy ez a legnehezebb terep, ahol lehet építkezni. És mindenhova beleilleszkedik. Egy teljesen 100% ekológiailag tiszta, mert villany árammal megy. Nagyon sok helyen, még akár városban is, de városon kívül külön, lehet építeni napelemet, és akkor olcsó és ingyen energiával is működik az egész rendszer. Egy olyan technológia, a sineket is, hogy 100 évig megmaradjanak, 50 év garanciát adnak, a kerekek is olyan technológiával
lettek legyártva, szélenergia, igen, erőmű, azt akartam, köszönöm szépen. Így legalább látom, hogy figyelitek. A légen ellenállás is teljesen nem lehet összehasonlítani az autókkal, úgyhogy nagyon sok előny van az egészre. És ami érdekes, hogy külön típusú járműveket gyártanak, akár két személytől 150 személyre is, meg teherszállítás is természetesen azt is most építik Sárgyába. Eleinte elkezdték Minszbe egy kisebb gyárba egyenként legyártani ezeket a járműveket, jobban mondva ezek prototípusok voltak, de most már megvan a sorozat gyártás. Eleinte két Unibus, Unibike és Unicar, amit a RTA Dubai Minisztérium által kötött szerződést, és Dubai Skypod brand névvel vannak ezek a járműek. De most már négy járműt is tudnak sorozat gyártásban, már Minszbe. A többi járműveket majd fogják gyártani különböző országokba. Annak időben még Szlovákiában is volt egy terv, később valami részeket Magyarországra is, de majd meglátjuk ezt. Mi meglátogattuk Marina Gorkát, ott voltunk, és egy különleges élmény ez. A sok előnye van, ugye olcsó felépíteni, általában olyan 8-10-szer olcsóbb, mint a modern vasút, olcsó fenntartani, kevés energiát használ, kapacitás ekológiailag tiszta, és ami nagyon biztos, hogy nagyon fontos, a biztonság itten. Nem lehet azt megírni, hogy nem lesz valamilyen eset, de 99%, hogy nem lesz haláleset ilyen járművekben. Most már közel 12 típusú van. Itt van, most örülünk, lássuk ezt a Unicontot is, mert ez is le van gyártva, már tesztelik lent Sárgyába is. Elkezdték kapni a certifikátokat, ez a TÜV certifikát a minőségre, ez egy német certifikát, és nagyon sok diploma, meg bejegyzések, amik Marina Gorkában, múzeumban lehet látni. Itt lehet látni a gyárakat, raktárokat, épületet, amit a Skyway. Én soha nem felejtem el, egyszer olvastam, hát nem is olyan régen, két évvel ezelőtt elment valaki Moszkvába valamilyen iroda címre, ott volt, csengetett 10 perc, és azt írta oda a fórumra, hogy a Skyway nem létezik. És ezt annyian elolvasták, annyian, mikor ennyi minden anyag már akkor is volt, két évvel ezelőtt már utaztunk is, és az emberek mindig egy negatív apróság dologra figyelnek, és nem látják a szemükkel, hogy mi történik a világon. Azért én mindig azt mondom, ha van rá lehetőség, el kell menni Minszbe is, el kell menni Sárgyába, Dubajba. Mi sokan kérdezik, már majd minden nap, ha olyan helyzet lesz, hogy lehet utazni, és nem kell beutani meg ilyen Covid útlevéllel, akkor természetesen, hogy olyan novemberi körül az idén el is tudnánk menni, és meglátogatni Sárgyát, meg Dubajt, meg természetesen a Expo 2020-ra. A Közlekedési Minisztérium RTA-val kötöttek szerződéseket, a memorandumot. Két évvel ezelőtt voltam, épp március 31-én, na két évvel ezelőtt ilyenkor ott voltam, mert 6 napig voltunk, a 31-én jöttünk haza.
Na, 25-én mentünk, igen, 31 jöttünk vissza. Akkor még kevéset lehetett látni, de láttuk, hogy hol lesz, és egy kis busszal elmentünk oda, általában szlovén partnerekkel, voltak horvátok is, és meglátogattuk ezt a sárgyat. Úgyhogy 2 év után már nagyon sokat lehet látni, igazi járműk, igazi pályák vannak, megvan ez az ekoház is, ami fából készült, egyedülálló ház. Azt nem mondtam, hogy ezekben a járművekben nincsenek sofőrök, ez automatizált, és egy irodából, igazából egy központból az egész projektet tudják vezetni. Ez a központ úgy néz ki, mint a repülőtéren az a irányító, ahol irányítsák a repülőket, csak a repülőben is természetesen van pilóta, vagy pilóták, most egy legkisebb repülőben is legalább 2 van, meg technikus is, itten meg ez automatizált teljesen. Vannak olyan kamerák, amik figyelik mindent blockchain technológiával, a sinek is minden elpusztítás, vagy romlás, vagy valami sértés, ezt mind érzékeli, és automatikusan jelzi, és meg lehet állítani a forgalmat. Volt olyan kérés, hogy a pályákra még drónokat is tegyenek, hogy figyeljék, főleg a teszt fázisban, meg hogy mikor elkezdik valamilyen szakaszt forgalomba vezetni, és utána akkor, hogy tudják figyelni az egészet. Na, ezek a képek most utolsó napokban, hetekben készültek, voltak ismerőseink is, ottan vannak hivatalos képek is. Ez a legfrissebb kép, a kisebb unicont a tesztpályára, és ez Sharjah-ban van. Azt tudjuk, hogy most építik ezt a még kb. 2,5 kilométeres pálya. 2,8 kilométer lesz, ami májusban nyitva lesz. A 400 méterest azt már kinyitották, és már lehet kipróbálni. Akkor VIP Unicar, ez a sejkeknek, meg a gazdagabbnak, ahol plusz 60 kint, és bent plusz 18-ra le tudják hűteni a klíma berendezés. Nagyon kényelmes, mindenki, aki volt akár Berlinbe vagy Marina Gorkába, bele lehet ülni, és nagyon jó érzi magát az ember. A dr. Sheikh Sultan bin Mohammed al-Kassimi, ő a sárgyai sheikh, ő meglátogatta ezt a sárgyai projektet, bele is ültek, ez már van azt hiszem majdnem egy éve, megrendelt egy 10,4 kilométeres célprojektet. Azt kell tudni, hogy a világon több száz, most már közeledik a 700 érdeklődői projekt, ami van, de sajnos csak 7% van ezekből a projektből, ahol van reális pénz, és megy a finanszírozás. Ezt lehet mondani, 5-6 projekt az egészből. Aminek nagyon örülünk, most már hivatalosan is bemondták, csak mondjam még meg ezt, van ez az a 40 tonnás konténerek, konténer szállító, és itten a sárgyai 2,5 kilométerre, meg lemegy majd a kikötőre, és amit most építenek, májusban meg lesz nyitva, a 130 kilométer a sivatagon és a hegyeken át, a Korfakkan másik nyugati kikötőnek a része. Ez a két nagy, a sárgyai meg a Korfakkan két kikötőt össze fogják kötni. Ez, ha jól tudom, ez alá van írva a szerződés, és az idén kezdek építeni, olyan 3-3,5
évig lesz építve. A jó tudom, már a terv is el van készülve, és ki van fizetve a visszafizető cash flow, vagy másképp is nevezik ezt, tehát, hogy mikor jön a visszatérítés ebből a projektből. Ez nem tudom, mennyibe kerül, de biztos, hogy néhány milliárd, mert vagy lehet, hogy nem is, mert nagyon, nagyon nagy építkezés folyik. És akkor itt lehet látni, hogy a kikötőknél megcsinálják azt olyan kikötőt, ami bemegy a tengerbe, akár 10 kilométerre is, és nagyon gyorsan ki tudják üríteni a hajókat. A Marina Gorka Ekotechnopark, ez most így néz ki, itt most megkapták az engedélyt is, 20 kilométer gyors pályát építenek, később a másik fázisban még 40-et, ahol le lehet tesztelni a gyors unibuszt, és itt lehet látni, hogy már tesztelték a unikontot is. Ez kiderült, hogy mégis egy kicsit öregebb kép, mondták nekem, már látták, bár ezt egy 3 hete mutatták meg, de egy weboldalon már megvolt egy pár hónapja ezelőtt. Most látom, hogy nagyon szépen kiszélesítették, és még építettek hozzá a Ekotechnoparkhoz, és gyönyörűen néz ki. Nagyon sok delegáció folyamatosan figyeli, és mennek. Az nagyon jó, okos döntés volt, hogy a Sárgyába, meg hogy sikerült megkapni egy ilyen 25 hektárnyi területet, ahol a Dubaj mégis egy világközpont, és a Ázsiát, meg az Amerikát, Európát ott köti össze, még Afrikát is. Mert rengeteg repülő, aki megy Afrikába, Európából, az Dubajn keresztül. A Ázsia, Amerika meg mind Dubajn keresztül megy, és ez egy világközpont, ami Dubaj az is akar lenni, hogy óriási, legnagyobb legyen. És itten egy jó pozíció, ahol meg tudják látni. Meg a másik Dubai körül van gazdag országokkal, ott az Oman, ott a Katar, Szaúd-Arábia, ezek mind őrült gazdag országok, akiknek van pénzük, és most versenyeznek, hogy ki nagyobb épületet, ki nagyobb hidat csinál. Szaúd-Arábiából voltak az üzletemberek, ez a Eri, ez egy legnagyobb építkezési cég, mert tudjuk, hogy ottan akarnak építeni egy óriási várost, és olyan forgalommal, hogy ne legyen bent autó. Na most a hírek megjöttek, hogy az egész keleti Ázsia és észak-afrikai országokkal kötnek szerződést, és a Skyway ott is kezd majd építkezni. Ami nekünk még fontos, hogy megemlítették, hogy a európai célprojekteket is most elkezdték vizsgázni, úgyhogy fogadják az európai célprojekteket, ha valakinek esetleg van olyan kapcsolata itten közeli országokba, akkor nyugodtan szóljon. Nekem van most egy közvetlen kapcsolatom a Skyway-jal, és fel tudjuk ajánlani ezeket a célprojekteket. Már dolgozunk ilyen területen is, úgyhogy ez egy nagy motiváció lesz, és azoknak a személyeknek, akik valakinek odaadták a pénzt, nem kaptak papírt, és nem tudják, hogy mi van. De annyi ideje nem volt, hogy beírja az e-mail címét, a jelszót, és menjen be a webirodába, és nézze meg, hogy mi van ott, vagy meghallgasson akár milyen konferenciát,
vagy bemenjen egy Facebook vagy egy Skype csoportba és szedjen le egy információt, vagy bemenjen a webirodába, nézze meg, hogy mi történik, nézze meg a YouTube-on, sorolhatom Instagram, Twitter, mindent, ahol lehet kapni információt. Úgyhogy ez csak egy hanyagság. Ha valaki nem is ért a számítógéphez, de ha van neki Facebook profilja, és be tud menni a Facebookra, akkor rá tud kattintani egy YouTube-ra is, megnézni, hogy van valami ebből, ez létező projekt. Úgyhogy vannak ilyenek is, de mindig vannak pozitívak, mindig vannak negatívak. Mi pozitívak vagyunk, hiszünk 100% ebbe a projektbe. Mikor egy Mohammed bin Rashid, aki 5.-6. leggazdagabb vezető a világon, ugye, és több milliárd dollárnyi van, ő a dubai sejkje, és második ember a Emirátusokban, aláír egy szerződést, ami 15 kilométer hosszú, 21 állomáson, és a Expora épül. Azt tudjuk, hogy 7 cég jelentkezett erre a pályázatra, teljesen készen van, el van készítve a pénz, el van készítve a projekt, csak tavalyi krízisben egyszerűen nem találtak olyan céget, aki ezt fel tudja építeni. És most már megvannak, most a közlekedési minisztérium fogja kiválasztani egyiket, és elkezdik építeni. Én gondolom, hogy ez nem sokáig tart, szerintem egy fél év, mert lehet, hogy a Expora készen lesz. Ezt a következő hónapokban kapunk majd még új információt erről is. A rengeteg információ, amit lehet főleg ottan Dubaiba, Sharjahba, a tévén, videón voltak most konferenciák, és mindenhol bejelentik a partnereket. Ha egy ilyen helyen a Skyway egy hivatalos partner, és számítanak rá, hogy a Sharjah egy új területen, ami milliárd dollárokba kerül ez az építkezés, na itt is írja, hogy 2,8 kilométerre van, ez a cargo, ez a teherszállítás, and passenger, az azt jelenti, hogy utasszállítás is, a Sharjah repülőtértől, road az a út, és a University City Road, egyetemre, ez a kettő lesz összekötve. Szóval, itt tudjuk, hogy mennyi? 60 ezer tanuló megy a egyetemre, és repülőtért összeköti ezzel az egyetemmel. Természetesen később lemegy majd délre a Dubajba is, a kikötőről össze lesz kötve, és a másik kikötőt, amit emlegetünk. Ki kell nyitni a szemünket, meg kell látni, hogy ez igazán működik. Azt, hogy valaki 3-4 évvel ezelőtt azt mondta, hogy jövőre megyünk a tőzsdére, ugye? Mink is ezt hallottuk, mink is mondtuk, de mindig azt mondjuk, amit hallunk a hivatalos konferenciákon. De egyszerűen lehet látni, hogy mennyire fejlődött még ilyen krízisba is, meg hogy miért nem nincs a 15. fázis már eladva, hát ezt tőlünk függ, nem a Skyway-től. Mi, ha minél aktívabbak vagyunk, ha mindenki vásárolna még egy részvénycsomagot, vagy hozna egy új befektetőt, aki bent van, nem volna elég a 15. fázis. Úgyhogy szerencsénk van, hogy van egy Vietnám, és van egy Spanyolország, akik most nagyon-nagyon jó elindultak. Láttátok, aki figyeli a Facebook csoportunkat, hogy betettünk egy ilyen szuper képet, ez egy modell, ez most tegnap jött ki, vagy máma jött ki ez a kép ma, és egy ilyen modell lesz, azt hiszem, hogy 10,5 méter hosszú, bemutassák a lineáris városokat, és ez kint lesz 174-5 napig a Expo 2000
20-asan. Megkérdeztem a hivatalos Skype csoportba, a top experteknél, hogy meddig lesz a Skyway kint a Expo-n, a világkiállításon. Azt mondták, hogy elsütő utolsó napig. Ez nagyon szuper, mert bármikor elmentek Dubajba, ha nem, azt hiszem október ugye 6-tól, és egész márciusig lesz ez az Expo. Ez a kiállítás, ez biztos, hogy nagyon érdekes lesz, mert ilyen kiállítás nincs a világon, ennyi szervezés, ennyi milliárd dollár, és ennyi cég világszerte, és ott lesz a Skyway és Sárgyán is, lesz bemutatás, ami igazából, és lesznek ilyen makettek, ahol meg lehet látni, hogy hogyan működik az egész. Na, amikor már ide jövünk, akkor már egy-két év múlva megyünk Dubajba, akkor ilyen képek lesznek, akár egy napi vagy éjjeli kép. Én nem tudom, hogy nekem melyik jobban tetszett, mikor mentünk mindig taxival, nappali vagy a éjjeli. Egyik és másik is gyönyörű, egy igazán gyönyörű város. Nem is mondanám város, hanem egy különleges, másmilyen világ, mert mind 6 nap, mikor ott voltunk, egyszerűen az ember különlegesen érzi magát. És ami érdekes, hogy nem olyan drága, mint amit gondolják az emberek, egy természetesen normálisan lehet étkezni is, meg vásárolni. A vásárolni jó minőségű cuccot, azt ott a legolcsóbban megkapjátok, az biztos. Mert amit néztük, mobiltelefonokat például, vagy ilyen bőr, jackiket, azok olcsóbbak, mint a valamilyen boltokban nálunk Európában, vagy a duty free shopokban repülőtéren, úgyhogy arra is érdemes odafigyelni. A mi részvény papírt meg tudjuk rendelni. Ez igazából nem is egy bizonylat, de jó néz ki, be lehet rámáztatni. Nekünk van az a PDF dokumentumban, ami rákattintunk az irodába, és mindjárt automatikusan kiküldi e-mailben, úgyhogy meg tudjuk találni. Vigyázzatok nagyon a Gmailre, nekem most hétvitő volt egy nagy trojanvírusi betörés, és a hacker hozzáfért minden jelszomra, úgyhogy még most is, ma is egész délután változtattam a jelszóimat a üzletekbe. Nem vettem észre, ami kárt csinál, de mindenhova hozzáfért, és akart nagyon sok helyen kárt csinálni, úgyhogy erősítsétek meg a jelszót, mert nagyon-nagyon támadnak. 3 napig küzdtem vele, hogy még kitisztítottuk a komputert. 15. fázist, itt van, még nem tudok dátumot mondani, várjuk, hogy mikor lesz majd a találkozó a Junicki úrral. Itt van, ma is 45 percig tartott. Igen, minden pénteken tartunk természetesen a konferenciát, ha véletlen nem lesz, akkor bejelentsük, hogy valami ok miatt, miért nem. A következő április 2-án, és akkor 9, 16, 23 és 30, úgyhogy lesznek konferenciák magyar nyelven. Köszönöm szépen a figyelmet, jön a hétvége, szép hétvégét kívánok mindenkinek, jó pihenést, sziasztok és viszonthallásra!